Sziasztok, Horváth Bálint vagyok a Cinemirától. Darabos Évával fogok ma beszélgetni, aki a Pákis Panerom című filmnek a rendezője. Szia Éva, köszönjük, hogy eljöttél, vagy itt vagy velünk. Hello. Egy kicsit összetudnád foglalni a nézőknek, hogy miről szól a filmed, illetve az animációs filmed? Persze, a filmem igazából egy búcsúról szól, szürreális formában. Egy ilyen szürreális körképet ad az általam nagyon szeretett paneltelepről, ahol én is felnőttem, és 16 évet töltöttem ott, amire én azt gondolom, hogy pont ugye a tinédzserkorom nagy része volt, és ilyen szempontból nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen fesztiválon, vagy mit gondolnak a nézők róla, vagy hogy máshogy tud-e szólni más korosztályokhoz egy film. Igazából a búcsú és a körkép mellett azért én szerettem volna megfogalmazni tulajdonképpen egy ilyen allegórikusabb jelentést is a filmben, hogy nem feltétlenül csak egy olyan helytől venni búcsút, ami földrajzilag megtalálható, hanem egy kicsit elvonatkoztatottabb értelemben is. Ugye a filmed az egy ilyen kicsit ilyen mesebeli világgá varázsolja ezt a panel környezetet, és ugye, ahogy mondtad, itt te is tele van szürreális és nagyon kreatív képekkel. Mi volt mondjuk az első ilyen kis ötletcsír, ami megfogalmazott benned? Úgy alakult ki a film, hogy én nagyon-nagyon szerettem, már majdnem, hogy ilyen meditációs gyakorlatom volt a paneltelepen sétálni, és vagy munka, vagy iskola után, és csak nézni az embereket. És igazából egy érzést tudnék kiemelni, nem egy konkrét kis ötletet, mert azok így folyamatosan jöttek, és igazából ilyen mozaikszerűen alakult ki ez a film, hogy azt az érzést, amikor így olyan gondtalan, vagy olyan térben érzi magát az ember, ahol nagyon ilyen biztonságos valahogy így fantáziailag lenni. Ez most egy picit kifejtem, mert lehet, egy kicsit elmondtam, fogalmaztam, hogy tulajdonképpen inspirálva lenni állandóan a karakterek által, és a nekem a monumentalitása a paneloknak az egy ilyen nagyon inspiráló érzetet nyújtott. Ezt szoktam mesélni, hogy amikor Rómában voltunk a barátommal, akkor én a Szent Péter Bazilikában éreztem hasonlót. Azért, mert hogy olyan monumentális volt belül, és hogy ott is az anyag például, hogy annyira szóval, hogy könnyű beleképzelni valamit szerintem, mert olyan nekem kicsit, mint hogy egy ilyen vászon lenne az, hogy a monumentális házak, akik kocka alakúak, és nagyon, számomra nagyon könnyű tovább képzelni őket, ahogy formailag változnak, vagy ahogy a karakterek élnek bennük, mert az a sok pici részlet, ami rejlik abban, hogy valaki mondjuk hogy rendezi be az erkélyét, vagy hogy milyen a függönye, vagy hogy milyen díszei vannak, vagy hogy karácsonykor ki van-e világítva az egész, vagy hogy milyen a kis előkertje, az nekem egy ilyen hívósz arra, hogy beinduljon a fantáziám, hogy kik lakhatnak ott, és milyen életük van. Meg hát igazából ugye a film az nem nagyon megy be lakásokba, igazából ezt az érzetet szerettem volna átadni, ezt az inspirált ságot, úgy mondjam. Volt nehézség az elkészítése során? Vagy volt valami kihívás, amit úgy érezted, hogy befolyásolta a készítését? Hát igazából az egész egy nagy kihívás volt, mert ez ugye az M.A.S. masteres diplomafilmem volt, és először rendeztem egy olyan nagyobb volumenű dolgot, ami nem mondjuk csak egy 1-2 perces film, és csapattal kellett dolgozni. Szóval mindenképpen az volt kihívás, hogy tényleg egy, nem is tudom már így összeszámolni, egy ilyen 20-25 ember talán volt a stábban, és hogy kommunikálni velük, hogyan rendezni a dolgokat, az idő, az, hogy osszam be magamnak, szerintem nagyon sokat fejlődik is az ember egy ilyen rendezés közben, mert szerintem nagyon nehéz megtanulni azt valakinek, hogy hogy osszabb be a saját idejét.
Én úgy érzem, hogy ezt még mindig tanulom azóta is, de hogy ad egyfajta ilyen hajtóerőt, hogy az ember a saját gyermekét készíti éppen így a film formájában, és ez ilyen szempontból egy extra hajtóerőt ad, hogy úgy menjen tovább az ember, hogyha már nagyon fáradtnak érezni magát, vagy kimerültnek, vagy egyszerűen csak, hogy folyamatosan fenntartson egy munkamorált. Animációs szempontból kik inspiráltak, hogyha mondjuk alkotókra gondolunk? Én nagyon, nagyon szeretem a Csintis Lámgrent, ő egy észt animációs alkotó, aztán nagyon nagy kedvencem a Felix Colgrave. Igen, ő internetes animációkat készít, ha jól emlékszem. Ő rögtön felteszi az animációit az internetre, és mindenki megnézheti, szóval, hogy ő tényleg így az animáció szerelmese, és ez nagyon látszik is a filmjein és a karakterein, valahogy, hogy így látszik, hogy szereti a karaktereit, akiket csinál. Aztán, nem is tudom, most így hirtelen, még van 4000, akiket tudnék mondani, csak most teljesen elkezdtem a Felix Colgrave-ben gondolkodni, megzavart. Tudnám esetleg egy kis sztorit mondjuk a film készítése kapcsán? Volt valamilyen is érdekes esemény, ami történt vele? Érdekes, és hát ami én nagyon szerettem, az volt, hogy az egész család részt vett a hangok megalkotásában, szóval, hogy általában a most nem tudom, hogy ez így érthető, de hogyha van benne egy ilyen idősebb férfi karakter, vagy nem tudom, hogy aki ezt nézi, már látta a filmet, de hogy az ilyen idősebb bajszos férfi, az például apukám hangja, aztán a barátom kölcsönözte az öreg bácsiknak a hangot, és az ásító azt, hogy anyukám, meg ilyenek. Szóval, hogy ugye az nekem nagyon, nagyon egy örök emlék maradt, és nagyon örülök, hogy így ők is részt vettek ebben, akik amúgy nem, ilyen, nem ezzel foglalkoznak egyáltalán. Kinek ajánlanád a filmet leginkább? Hát az összes panel gyereknek. De amúgy mindenki másnak is. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol egy olyan ember, aki mondjuk nem panelben nőtt fel, hogy el tud-e vonatkoztatni esetleg, de igen, a fő ajánlottjaim azok, akiknek volt köze panelhoz már. Köszönjük szépen. A filmet azt október 8 és 10-e közt lehet majd megnézni a Cinemiratinen. És én ajánlom mindenkinek, hogy menjen el a Cinemira Teenre, mert szerintem ez egy hiánypótló dolog, hogy tinédzsereknek szóló fesztivál, és persze a gyerekfilmes részére is érdemes ellátogatni. Így van, köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!